Autonómia. Elutasította a tervezetet a képviselőház, nem volt meglepetés. Bizalmatlanság. A többség szívesebben fizet készpénzzel és idegenkedik az online vásárlástól. Híreinket látják, köszöntöm nézőinket! Elvetette a képviselőház Székelyföld autonómia tervezetét a plénumban is, miután azt minden szakbizottság negatívan véleményezte. A törvénytervezetet Kulcsár Terza József háromszéki képviselő egyéni kezdeményezésként iktatta. A szavazáson csak az RMDS támogatta a jogszabályt. Szenvedélyes szóváltás alakult ki a képviselőház plénumában az autonómia tervezetről. Az RMDS frakciója részéről felszólaló három képviselő az autonómia igény jogossága mellett foglalt állást, azonban a román kollégáik és a nem magyar kisebbségi frakció szószólója az elutasítás mellett érveltek. Az erdélyi magyarság autonómia igényét nem lehet csak úgy leseperni az asztalról, aztán pedig úgy kezelni, mintha nem is létezne, mondta el Korodi Attila, aki a tervezet mellett szólalt fel. Kulcsár Terza József szerint Európa támogatja az autonómia különböző formáit. Azokat a személyeket és intézményeket, akik és amelyek azt állítják, hogy Székelyföld nem létezik, a háttérből irányítják, vagy a magyarok és székelyek iránti gyűlölet vezényli őket. Ezeknek a személyeknek és intézményeknek üzenem, hogy tanulják meg saját történelmüket. A romániai magyar közösség nem akar egyebet, mint ami Európa minden nemzetének jár. Európa támogatja az autonómiát. A tervezetet ellenző egyik legvehemensebb felszólalás Máriusz Páskán, a Népi Mozgalom pártja képviselője nevéhez fűződik, aki egy ideje közismerten az egykori szélsőségesen magyar gyűlölő Nagy Románia párt retorikáját használja. Beszédét azzal kezdte, hogy nem tiszteli a magyar kisebbség képviselőit. Önök nem akarnak egyebet, mint államot létrehozni az államban, amelyben a hátrányos megkülönböztetés első számú áldozatai, a többségi nemzethez tartozó állampolgárok. Egyszerűen csúfot akarnak űzni ebből az országból, mindannyiszor az úgynevezett Székelyföld zászlóját, vagy Magyarország lobogóját rázogatják, hogy cinikusan háttérbe szorítsák a román állam abszolút szent jelképeit. A képviselőház 218 szavazattal 20 ellenében erősítette meg a Székelyföld autonómiáját elutasító szakbizottsági jelentést. A tervezetről a szenátus fogja meghozni a végső döntést. Az autonómia statutumról először 2004-ben, majd egy módosított tervezetről 2012-ben rendeztek szavazást a parlamentben. Ezt mindkét esetben érdemi vita és egyetlen román támogató voks nélkül vetették el. Ezzel a témával folytatjuk, itt van velünk a vonalban Korodi Attila, az RMDS képviselőházi frakció vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most már ugye harmadik alkalommal van a parlamentben Székelyföld autonómia tervezete. A végeredményt ismerjük. Korábban elhangzott már az, hogy nem érett meg a politikai közhangulata a tervezet benyújtására. Fel lesz-e erre egyáltalán valamikor készülve a román politikum, hogy látja? Én azt gondolom, hogy ez a folyamat és ez a megérésnek a pillanata elkerülhetetlenné válik. Bármennyire is Romániában a politikai szereplők, valamint a nemzetállamot féltő szervek, szervezetek arra törekszenek, hogy ez a kérdéskör soha ne kerüljön érdemben napirendre, én azt gondolom, hogy az ország folyamatos előrehaladtávú modernizálásával, megnyitásával a nyugati világ felé ez meg fog történni. Végülis nem beszélünk másról, mint Európában használatos olyan jogi eszközökről, amelyek a nemzeti közösségeknek vagy hagyományos régióknak egy erős köteléket, egy erős eszközt átadnak. Azt mondta ön a parlamentben ma, hogy párbeszédre van szükség ahhoz, hogy megértessék az autonómia lényegét. Máriusz Páskánt is hallottuk, hogy mit nyilatkozott. Lehet ilyen körülmények között párbeszédet folytatni? Szerintem muszáj. Tehát azt gondolom, hogy ebben a kérdésben, persze a párbeszéd szó az egy tágfogalom, egy ideig azt gondolom azt is szokták mondani, hogy süketek párbeszédje, tehát hogy a felek elmondják a gondolataikat, mi most ebben a fázisban vagyunk, hogy folyamatosan, ahogyan a centenárium évében, a régőfelejtéses kérdésekben, a kisebbségvédelemben visszatérően beszélünk arról, hogy egyfelől
kollektív jogokat szükséges Romániában a törvénykezésben is szavatolni, mert eddig a román jogrend csak egyéni jogokról beszélget, és azon túl pedig olyan fajta területfejlesztési koncepciókat is be kell vezetni, amely egy autonómia formában segíti a helyi közösségeket. Ezekről beszélünk, és azt látom, hogy azért lesz itt áttörés, vannak olyan politikai szereplők, akik nyitottak, visszahúzódottak, de a feladat az, hogy ezt hosszú távon ápoljuk, foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és átbillentsük a mérleget. Időben nem lehet beszélni, nem lehet ennek megmondani, hogy holnap lesz, holnap után lesz, nem. Nagyon sok évi munka van, de hát ezért vagyunk. Köszönjük szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Az Országos Lakosság Nyilvántartó Igazgatóságon iktatták a kezdeményezők a Minority Safe Pack európai kisebbségjogi kezdeményezés Romániában összegyűjtött támogató aláírásait. A hatóság feladata, hogy ezek hitelességét ellenőrizze, erre 3 hónap áll a rendelkezésükre. A Minority Safe Pack európai kisebbségjogi kezdeményezéshez 1,2 millió támogató aláírást gyűjtöttek az egész Európai Unió területéről, Romániában valamivel több mint 303 ezeren támogatták a kezdeményezést. Most ezeket az aláírásokat adták át az illetékes hatóságnak, ellenőrzés végett. A kezdeményezők bíznak benne, hogy a lakosság nyilvántartó csupán adminisztratív vizsgálatot végez, illetve hogy a politika nem befolyásolja a döntést. Románia ugyanis többször nyíltan fellépett a kezdeményezés ellen. Miután lejárnak ezek az adminisztratív procedúrák, 2019-es Európa Parlamenti választásokat követően kezdődik el a bizottságban, a parlamentben az érdemi vita és a döntés. Addig próbáljuk meggyőzni mi is Johannes elnököt és a kormányt, hogy ez nem irányul a többség ellen, ez Európát erősíti, ez az európai szolidaritást erősíti, azt a sokszínűséget, amelyre Európa olyan büszke. A kezdeményezést összehangoló Európai Kisebbségi Ernyőszervezet az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke Vince Lorant személyes jelenlétével kívánja támogatni a kezdeményezést minden tagállamban. Holnap már Beszercebányán leszek Szlovákiában, és jövő héten, hétfőn Kopenhágában kezdek, és úgy sorra a következő 3 hétben azokban az országokban személyesen jelen leszek, ahol a küszöböt teljesítették az aláírásokkal, a többit meg elküldjük a nemzeti hatóságoknak. De igen, ezzel párhuzamosan egy ilyen erőteljes lobby munka is zajlik az Európai Parlamentben is. A nemzeti hatóságok ellenőrzése után a kezdeményezés az Európai Bizottság asztalára kerül, amely a saját hatáskörében eldöntheti, hogy milyen módon foglalkozik az ebben felvetett kérdésekkel. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a hazai lakosság körében az online vásárlás. A virtuális boltokból megrendelt termékeket azonban a vásárlók zöme inkább készpénzzel fizeti ki. A bankkártyás fizetést ugyanis nem tartják biztonságosnak. Napjainkban minden karnyújtásnyi távolságra van tőlünk, akár gyerekjátékot, akár háztartási cikket szeretnénk vásárolni. Megtehetjük egy okostelefon és egy bankkártya segítségével. Kiválasztjuk a terméket, a virtuális bevásárló kosárba tesszük, és fizethetünk is, ha akarunk. Péterfi Éva közgazdász szerint azonban ezt a műveletet inkább kerülik a vásárlók, bankkártya helyett készpénzzel fizetnek. Ha idegen weboldalra megyünk, akkor meg kell nézzük azt, hogy biztonságos legyen, vagy szekurizált legyen az az oldal, és arra van egy biztonsági kulcs, meg lehet nézni az illető weboldalnak a címén, és csak ilyen oldalakról szabad vásárolni, mert ezek az oldalak fognak egy biztonságos kifizetés felé irányítani minket. Tehát akkor mi védve vagyunk. Ha egy biztonságos weboldalra látogatunk el, akkor a címsorban látható egy zöld lakat vagy a PayPal felirat. Ha olyan weboldalakon járunk, amelyek nem biztonságosak, akkor a címsorban ezt a jelzést láthatjuk. A felmérések szerint a fiatalok vannak kitéve legnagyobb mértékben az adatlopás veszélyének. Ők ugyanis nyilvános wifi hálózatokon keresztül adnak meg bankkártya adatokat. A fiatalok azonban bíznak az online vásárlásban. Igen, épp cipőt keresek, és valahogy próbálok egy honlapot keresni, amiben megbízhatok. Szoktam, megbízok bennük. Az idősek és a középkorúak tartanak leginkább a számláik megcsapolásától, ezért kerülik a bankkártyás fizetést. Eddig nem csapták be a menyemet még soha semmivel, úgy meg van elégedve a... De attól függetlenül ön nem fog. Én nem, drága, én nem.
Az ország legnagyobb online áruháza által végzett felmérésből az derül ki, hogy az internetes vásárlás egyre népszerűbb vidéken is. Négyből egy vevőjük vidéki. Igaz, ezeknek többsége 18 és 34 év közötti. Maros megyében Maros-Szentgyörgyről, Hargita megyében pedig Gyergyó Remetéről érkezik a legtöbb online rendelés. Szigorú szabályok vonatkoznak a kutyatartókra és állataikra, jövő hónaptól pedig fokozottan ellenőrzi, illetve bünteti a szabálytalankodókat a Gyergyó-Szentmiklósi rendőrség. Gyergyó-Szentmiklós közterületein, a központban és a lakónegyedekben is kutyaürülékre léphet a járókelő, ha nem elég figyelmes. A székelyföldi kisvárosban évekkel ezelőtt határozatba foglalták a házi kedvencet tartók kötelezettségeit. Eddig a szabálytalanságot elkövető kutyatartókat nem büntették, májustól azonban ez változik. Ezért szeretnénk azt, hogy fokozottan figyeljünk ezekre, és ebben a hónapban, tehát április hónap folyamán a helyi rendőrség fokozottan fog figyelni arra, hogy az ebb tartóknál van-e az ürüléket összeszedésre alkalmas eszköz, illetve fontos az is, hogy az ebbnek az egészségügyi könyvecskéjét is magával kell hordozni a tulajdonosnak a sétáltatás alkalmával. A szabályzat továbbá azt is előírja, hogy tömbházakban csak akkor engedélyezett a házi kedvenc tartása, ha írásos beleegyezését adja a tömbházban lakók több mint fele, valamint a közvetlen szomszédok mindegyike. A Magyar Költészet napját ünnepeljük ma, mutatjuk a folytatást is. Költészet. Ma van a Magyar Költészet világnapja. Ünnepeltünk. Kerékpárosok. Egy hétig kávét kapnak a kerékpárosok, és figyelmeztetik őket, ha hiányos a felszerelésük. A népszerűsítés a cél. Szűk fél év alatt harmadszor fog drágulni a kenyér, figyelmeztet a romániai pékipar patronátusa. A drágulás oka szerintük a földgáz, a villanyáram és a gabona árának az emelkedése. A kenyér ára az elmúlt fél évben már kétszer drágult. A kereslet nem csökkent, Románia lakossága továbbra is az egyik legnagyobb kenyérfogyasztó Európában. Az árak növekedése tehát nem befolyásolja a fogyasztói magatartást. Ugyanúgy hagymás kenyeret vagy teljes kiöllésűt fogok venni, ugyanúgy meg fogom venni a sima kalácsot, meg a péksüteményt, csak ne toljanak ki velünk. Nekem nem fogja befolyásolni, mert én nem vásárolok sok kenyeret, de nagyon sok családot fog befolyásolni, szerintem. És ha drágul az üzemanyag, szerintem minden fog drágulni, nem csak a kenyér. Ha minden nem is, de a kenyér mindenképpen, mondja Harasztovics Arnold, egy marosvásárhelyi pékség marketing menedzsere. Sajnos a kedvezőtlen téli időjárási viszonyoknak köszönhetően, tehát a melegnek köszönhetően, a 10%-kal növekedett a gabona ára, ami maga után vonja a liszt árának a növekedését is. Már most a beszállítóink, a malmok növelték áraikat. Előfordulhat, hogy egy-két hónapon belül, hogyha ez a helyzet továbbra is így lesz, akkor kénytelenek leszünk drágítani. Tavaly október óta ez lenne a harmadik áremelkedés. Akkor egy kiló kenyér 3 lej 70 bani volt, most 4 lej 30 bani. A pékségek 10%-os áremelkedéssel számolnak. Amennyiben így lesz, akkor elmondható, hogy fél év leforgása alatt 1 lejjel drágult a kenyér. Harmadik alkalommal rendezte meg a Maros-Széki Közösségi Alapítvány a kerékpárosok reggeliét Marosvásárhely utcáin. Az alapítvány egy héten keresztül minden nap más helyszínen osztja a reggelit. Készül a frissen főzött kávé Marosvásárhely egyik fő utcáján. Kivételesen nem eladásra, hanem a bicikliseknek. Egy helyi rendőrnő leinti a bicikliseket, majd a Maros-Széki Közösségi Alapítvány egyik munkatársával közösen ellenőrzik a bicikli felszereltségét, és felhívják a kerékpáros figyelmét, ha hiányosságot észlelnek. Ezt követően a megállított személy elfogyaszthatja az ingyenes kávéját és péksüteményét. Gyakorlatilag a rendőrséggel közösen megállítjuk reggel 7-9 óra között a bicikliseket, leellenőrizik, hogy hogyan vannak felszerelve, tehát a törvény értelmében milyen kötelező elemekkel legyenek a biciklin, és most büntetés nélkül felhívjuk a bicikliseknek a figyelmét, hogy mire ügyeljenek.
A kerékpárosok talán kissé megszeppenve reagáltak a rendőrnő utasításaira, de annak örültek leginkább, hogy a hiányosságok miatt nem járt büntetés. Istvánnak például nem volt bukós isakja és fényvisszaverője. Én ezt a programot fontosnak tartom, mert oda kell figyelni a biciklisek, hogy legyen védőszerelésük, meg fényük, mert elég nagyobb a baleset veszély, és ezt fontosnak tartom. A kerékpáros programok folytatódnak az áprilisi hónapban Marosvásárhelyen. Lesz kerékpáros felvonulás, és közösségi ügyért is két kerekűre fognak ülni várhatóan több ezren. Április 11-e a Magyar Költészet napja. A fiatalok erről minden évben különleges és egyedi módon emlékeznek meg. Volt, aki járdára krétával írt fel egy József Attila verset, mások saját versüket videón szavalták el. Színes kréták, utcavilágítás és egy József Attila verses kötet. Az első kép láttán nem tudnánk mire gondolni, azonban a fotó készítője pontosan tudta. József Attila Levegőt című versét fogja felírni a járdára, éppen abba az utcába, ahol Orbán Viktor miniszterelnök lakik. De nem csak Magyarországon emlékeztek meg egyedi és különleges módon a költészet napjáról. Az Élővárad mozgalom saját vers-szelfi videókat osztott meg Facebook oldalukon. A fekhely matracában nyikorognak a rugók, és dobos penészszagot lenget a szél. A versköltője Osváth Zsuzsa is az Örök lakás címet viseli. Az Élővárad mozgalom Facebook oldalán pedig több videót is találhatnak a verskedvelők. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata is a szokványostól eltérő módon irányítja a figyelmet a költészetre. Előadásukkal azoknak is üzentek, akik felelősek a magyar irodalom oktatás politikájáért. József Attila mosolygott le azokra a fiatalokra és idősekre, akik a Tompa Miklós társulat ünnepi előadása előtt várakoztak. Míg előbbiek motivációja, tekintve a tanári kíséretet, nem biztos, hogy a költészet szeretete volt, a résztvevők egy másik, jelentős része ünnepelni akart. Hát nekem nagyon sokat jelent, annál is inkább, mert József Attilát különösen szeretem, és tekintve, hogy ez a születésnapja, valahogy azt is leróvom előtte, hogy a születésnapján verseket hallgatok. A diákok viszonyulása a költészethez, vagy ehhez a naphoz már nem ennyire egyértelmű. Én hallok egy verset, megtetszik, megtanulom, elmondom másoknak is, de amikor már meg kell tanulni hozzá az elméletet, a versmagyarázatot, ami lehet, hogy nem is pont úgy van, akkor már unalmassá válik. Éppen ezért készült tabu döntögető és interaktív előadással a Tompa Miklós társulat. A verseket Gáspárik Attila válogatta. Szerinte a vers már nem lesz képes forradalmat kirobbantani, mint egykor. De ennek ellenére tenni kell azért, hogy ismét elfoglalja a méltó helyét az életünkben. Én azt hiszem, hogy nagyon rosszul tanítják ma már az iskolában a versoktatást. Megrémisztik a fiatalokat, különösen az irodalom elméletek elindultak olyan irányba, amitől a gyerek már az anyám tyúkja verstől is megijed, hogy nem vesz észre benne valamit, valami szimbólumot. Az előadás rendezője reméli, nem csak a résztvevők, hanem a magyar irodalom oktatás politikájáért felelős személyek inger küszöbét is elérik üzenetükkel. A verset ki kell szabadítani az elhibázott módszertan által emelt falak közül. Az előadást a következő napokban is megtekintheti a nagy érdemű 11 órától és 19 óra 30-tól. Rendszeresen különböző eseményekkel tisztelegnek a Magyar Líra előtt Csíkszeredában is. 7. alkalommal szerveztek kulturális eseményeket az érdeklődők számára. És hirtelen és furcsán rájöttem, hogy ami eddig élt, csak a ruha, kalap, kabát, harisnya és cipő volt. A Magyar Költészet napja tiszteletére az Agora Alapítvány szavaló versenyt hirdetett három kategóriában. Kisiskolások, középiskolások és felnőttek jelentkezhettek. A versenyre szabadon választott versen lehetett nevezni a megadott költők alkotásai közül.
Igazából az a cél, hogy megünnepeljük a Magyar Költészet Napját, hogy méltó módon, hogy aki szeret szavolni, aki szereti a verseket, annak legyen egy fórum, ahol elmondhatja a közönségnek, a zsűrinek, megmérethetik egymást, és minden évben új költőktől lehet választani verset, tehát szabadon választott versek vannak, de minden évben az évfordulós költőktől lehet választani. Számos fiatal gyűlt össze, hogy az általuk választott verset előadják, így ünnepelve a Magyar Költészet Napját. Szerintem fontos ez az ünnep, mert nekem József Attila a kedvenc költőm, és ugye igazából konkrétan hozzákötődik a mai dátum. És azért választottam ezt a verset, mert nagyon-nagyon megtetszett, habár nem szoktam Gyira Jenőtől olvasni verseket, de rájöttem, hogy kár volt, hogy eddig kihagytam. A szavalókat egy 5 tagból álló zsűri értékelte, és fontosnak tartották, hogy a versenyző minél jobban tudja átadni nekik a költemény üzenetét. Szép beszéd, hangsúlyozás, hogy meg tud-e szólítani engem az előadó azzal a verssel, amit választott. El tudja, belém tud-e költözni, belém tud-e jönni, a lelkemig tud-e szólni. Ez a legfontosabb. Az ünneplést verses zenés gála műsorral zárják, ahol a szavaló verseny nyertesei is fellépnek. Labdarúgás, jégkorong és biatlon sporttal folytatjuk. A Román Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapja közleményben ítéli el a bukaresti Juventus Sepsi OSK labdarúgó mérkőzés előtti magyar gyűlölő megnyilvánulást. A mérkőzés előtt vulgáris hangvételű, magyar gyalázó szövegű dalokat játszottak be a stadion hangosító berendezésében. A szövetség honlapja így fogalmaz: a Román Labdarúgó Szövetség folyamatosan futtatja oktatási és népszerűsítő kampányát az összes kisebbség és a társadalmi csoportok értékének tiszteletben tartásáért, így felháborodással vette tudomásul az április 9-én a voluntári stadionban történteket. Az ügy kivizsgálása a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik, amely figyelembe veszi a bukaresti Juventus Sepsi OSK mérkőzésen jelenlévő hivatali személy jelentését. A Sepsi OSK válaszközleményében megköszöni a szentgyörgyi szurkolók higgadtságát, és üdvözli azt a gyorsaságot és elkötelezettséget, amellyel a román labdarúgás felelős szervei reagáltak. Az eljárás eredményének nyilvánosságra kerüléséig nem kívánnak egyéb tiltakozási eszközökhöz folyamodni, írják. A csíkszeredai születésű Bartalis István sérülés miatt kihagyja a jövő vasárnap kezdődő budapesti divízió 1A jégkorong világbajnokságot. Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese, amelynek keretéhez tegnap csatlakozott az ECHL-ben szereplő kapus Vajádám, holnap Szlovéniában lép jégre, pénteken pedig Miskolcon a japánokat fogadja. A közvetlen felkészülés az ukrán együttes elleni összecsapással zárul jövő szerdán. Elbúcsúztatták az aktív versenyzéstől Székelyföld két legjobb női biatlonistáját. Tófalvi Éva 6 olimpia után, Szőcse Mőke 2 olimpia után akasztotta szegre fegyverét. Hogyha a mutató és a középső új közé oda be, nem oda, két célre, az... Sokan voltak kíváncsiak az utolsó lövés című sporteseményre Hargita fürdőn. A jelenlévők megcsodálhatták a Tófalvi Éva és Szőcse Mőke ereklyéiből készült kiállítást, majd a veteránok sífutó versenyére és egy gyerekversenyre is sor került. A csíkszeredai ISK biatlon csapata lövészeti bemutatót tartott, majd felügyelet mellett bárki kipróbálhatta a céllövést. Az aktív versenyzéstől búcsúzó Szőcse Mőke elismerte, hogy többször is elérzékenyült. Sokkal hatásosabb volt, meg sokkal megérintőbb, mint ahogy gondoltam. Nem vagyok olyan, hát igazából elérzékenyülök elég könnyen, de azért ez most úgy tényleg egy kicsit, hát nagyon megérintett meg az emberek, hogy itt vannak, meg hogy ugye sok tanárom, edzőjeim, mindenki, családtagok, és azért úgy hatásos. A két sportoló visszavonulási ünnepségén beszédet mondott Rádúj Róbert Kálmán csíkszereda polgármestere, a két sportoló korábbi edzői Borbát István Ágoston, Ureke Popescu Mihaela és Márton Simon.
abba a korba vannak, sajnos vissza kell vonuljanak, ami szinte hihetetlen. Nekem már ugye az élet úgy hozta, már többet voltak sokkal velünk, mint a szüleikkel, de ez van, ezt el kell fogadjuk, remélem, hogy az utókort fogják segíteni, és akkor fognak ők is bizonyítani, hogy ugye mindig a mester túl kell múlják, úgyhogy gondolom, hogy van, lesz majd érem is a munkájuk után. Tófalvi Éva 6 olimpia után megköszönte mindenkinek az elmúlt évekbeli szurkolást, támogatást és mindazt a szeretetet, amit kapott, de most szeretne egy kicsit pihenni. Szeretnék pihenni legalább egy év szabadságra menni, úgymond, a sporttól egy picit félreállni, meg más szemszögből nézni az egészet, és aztán majd kialakul, úgy gondolom, az életem lassacskán. A Hargitafürdői rendezvény emléklap átadással és autogramosztással végződött. Eddig tartott a híradó, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm, minden jót kívánok, viszontlátásra!